No hát kérem szépen, eddig megszokhattuk, hogy az elmúlt hetekben a futballpalánták mérkőztek meg itt a kiskörösi sportcsarnokban. Most viszont három kiskörösi felnőtt csapatot is láthatunk. Így van, a hagyományosan ugye a Pesztik Sándor emléktornán mind a megye 1-es csapat, mind a megye 3-as csapat szerepel, illetve ugye a terem válogatott, aki ugye a kiskörösi amatőr bajnokságban játszó játékosokból összeállított csapat. Beszéljünk egy kicsit erről a mai napról. Mennyien jöttetek össze, és milyen rendszerben zajlik a torna? 6 csapat fogadta el a meghívásunkat. Ugye az idővel is kellett játszanunk, mert 14 órától már a kispályás bajnokság küzdelmei kezdődnek. Így 2-3-as csoportban egyszer 25 perces mérkőzések lesznek, és a csoportmeccsek után a helyi osztokra kerül sor. Hogyan sikerült az első kör? Az első kör a mi szempontunkból fele másra, ugye a kiskörös megyés csapat játszott a megye 3-as csapattal. Szerintem nem vallottunk szégyen, de sajnos 3-1-re kikaptunk. Fogalmazhatunk úgy, hogy most már kamaszkorba ért a torna. Hanyadik alkalommal is szervezitek meg? Ez már a 13. Pesztünk emléktorna, úgyhogy sajnos ez azt jelenti, hogy telik az idő, és édesapám már elég régóta itt hagyott bennünket. Ez a baj. Egy picit beszéljünk róla, egy picit emlékezzünk rá vissza. Mesélj nekünk valamit róla. Hát mit is mondjak róla? Az igazság, hogy hát azt hiszem, hogy ilyen közkedvelt embernek mondható itt kiskörösön. Hát amit én legalábbis hallottam gyerekkoromban, ő is egy szép időszakban játszott itt kiskörösön. Sikeresek voltak a csapatukkal, úgyhogy NB3-ba sikerült felkerülniük. Tehát egy nagyon, úgy gondolom én legalábbis, hát, hogy egy nagyon szép, sikeres korszakban játszott itt kiskörösön a futballcsapatban, és ennek okán ugye gondolom elég népszerű is lehetett ő is, többek között ugye a csapat többi tagjával együtt, úgyhogy ezzel gondolom megalapozták a népszerűségüket, és utána, hát ő, amikor abba hagyta a játékos pályafutását, egy kis szünet után bekapcsolódott az egyesületi munkába is, és hát sok éven keresztül próbálta itt intézni a labdarúgó szakosztály ügyes-bajos dolgait, és ezáltal sokan ismerték, és hát gondolom, hogy szerették, és remélem, legalábbis nekem úgy tűnt. És most méltón viszik, illetve viszitek tovább a nevét. Visszatekintve erre az elmúlt mondjuk 12 évre, milyenek voltak ezek a tornák? Hát a tornák sokféle torna volt. Olyan szempontból, hogy voltak, amikor érkeztek nevesebb csapatok, főleg az első időszakokban voltak kemény összetűzések is mondhatom, úgyhogy igazából presztízs harcok voltak. Nem túl pozitív megnyilvánulásokkal, azt is mondhatnám, úgyhogy talán ez is az oka, hogy mostanság már inkább csak ilyen környékbeli helyi kiskörösöz közeli csapatok érkeznek, és itt el focizgatunk egymást, nem focizgatunk. Hát azért itt is időnként össze-vissza tűznek a játékosok, de nyugodtabb körülmények között zajlik a torna, és így emlékezünk édesapámról. Az előbb jött le a pályáról a Pesznik válogatott. Na róluk beszéljünk egy kicsit. Őket mi alapján válogatjátok ki? Hát ők itt a helyi terembajnokság legjobbjai, mondhatjuk úgy. Én úgy gondolom, mindig meg van bízva egy felelős személy, aki összeállítja a csapatot, megpróbálja összehangolni, ki ér rá, ki tud eljönni, és akkor igyekeznek gondolom a legjobb játékosokat összehívni, hogy helytálljanak, de meg is teszik azt, amit tudnak, hogy helyt is szoktak állni. Tehát tulajdonképpen akkor a kispályás labdarúgás krémje az, aki ilyenkor felvonul a pályára. Igen, mondhatjuk ezt, így van a kispályás, a helyi kispályás bajnokságnak a
legjobbjai. Mennyire nehéz, vagy mennyire vad ellenfelek ők? Hát, én is játszom, még ha összecsapunk velük, nyilván presztízs dolog, ők is szeretnének nyerni, mi is szeretnénk, de pályán előfordul-e az, hogy egy kicsit, hogy mondjam, szúró szemmel nézünk egymásra, de igazából ez nem tart sokáig. Úgyhogy pályán kívül szerintem a barátság a jellemző. Mit vársz ettől a mai naptól? Hát azt, hogy jól szerepeljen a mi kis csapatunk, a Megye 3-as csapat. Önmagához képest. Igazából ezt várom. Teljes harci díszben hogyan sikerült az előző mérkőzés? Az előző mérkőzés nagyszerűen sikerült. Hát sajnos nekem is be kellett öltöznöm, nem mint a nehezemre este, de jobban örültem volna, hogy a csapattal tudok kiállni, tehát a kiskörös LC-vel, de mivel annyi sok beteg, illetve sérült játékos van, hogy nekem is fel kellett venni azt a bizonyos szerelést. Állok elébe, megpróbálok a srácoknak segíteni, valamely sikerült is, ugye az első gólommal szereztünk, és utána ugye Nagy Attilának a rutinja kellett ahhoz, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, mert a Megye 3-as testvércsapatunk ilyen szívta magát, úgyhogy elég kemény mérkőzés volt. Egy kicsit részletezzük még ezt a mérkőzést. Ki volt, aki esetleg húzóerőnek bizonyult, természetesen rajtad kívül? Hát rajtunk tulajdon mindenki oda tette magát, tehát a Gabitól, Madácsigól, a Makricki Viktorról kezdve mindenki, a Márk is, ugye tegnap volt egy nagyon kemény mérkőzésünk, ahol szintén alig bírtunk kiállni, tehát a betegségek, sérülések miatt, úgyhogy ilyen összedrótozott, foltozott játékosok vannak, sőt délután ugye van ez a másik kupa, ahol még szintén részt vesznek a játékosaim, tehát elég magas terhelés alatt vannak, de megpróbálom mindent megtenni, hogy ugyanúgy szerepeljünk, mint ahogy tavaly mi nyertük meg ezt a kupát. Remélem az idén is döntős lesz a csapat, rajtunk múlik, hogyha oda teszik még erre 25 perc van ott a srácok, a Solt ellen, akkor ugye megvan már az állított döntő, ott meg bármi lehet. Kiskörös LC felnőtt csapata, az most hogy áll egyébként? Mennyire tudtok jól játszani? Mennyire vagytok úgy általánosságban összeszedettek? Hát én úgy érzem, most nem vagyunk elég frissek, ugye mindennapos edzések vannak, és ezáltal ugye nem készültünk mi erre a tornára, inkább a február 22-i rajtra készülünk. Edzőmeccseket játszunk szerda-szombat ritmusba, elég kevesen vagyunk, mindig valami közbe jön. Két játékos sikerült, ugye Nagy Attila visszatért hozzánk, és a Dunai Rudolfot igazoltuk Izsákról, valamint az Amin Ádám, akit vezeti a mérkőzéseket. Remélem, hogy felépült a sérülésből, a Rácz felépült a sérüléséből, és akkor azért lesz válogatni való az embernek, hogy állítsam össze a csapatot. Remélem, hogy egy kemény keretem van, és az már az én feladatom, hogy teszem össze a csapatot. Versenyhelyzet van kialakulóba, azért most már vannak sok egyforma jó képességű játékos, tavaly nagyon kevesen voltunk a mérkőzés, 11 vagy 12-en mentünk egy cserével, valamint jönnek fel a fiatalok, lehetőséget adtam az edzőmérkőzéseken a fiataloknak is, akik elég jól szálltak be a mérkőzésekbe, ott vannak az edzéseken, megpróbáljuk ugye azt a célt tűzték elém, hogy próbálják egy jövő csapatot építeni, sok kiskörösi játékossal. Kiindulva az előző szezonból, mit vársz, mit vártok majd a most következőtől? Hát én mindenféleképpen jobb szereplést várok, tehát ez a szereplés, ez én úgy érzem, hogy gyenge volt. A csapat hírnevéhez méltó szereplés kell, hogy legyen tavasszal. Benne van a csapatban, nüanszi dolgokon múlott az, hogy 16 pontunk van és nem 23, ha 23 pontunk, akkor még akár benne lehet a dobogó is. Nem adtuk föl, megyünk tovább, megpróbálok egy jó egységes csapatot kialakítani, az a fontos, hogy a jó érezzék magukat a játékosok, hogyha kijönnek akár az edzése a mérkőzések után, tehát megpróbálunk egy egységes jó csapatot kialakítani, és a lehető legtöbb pontot megszerezni. Ez remélem nem 16 lesz, hanem jóval 20 fölött lesz ez a pont a tavasszal. Hogyan sikerült magatokat összeszedni így korai órákban? Hát elég nehéz volt, de megoldottuk. Azért a 8-9 fő azért fölbírt ébredni és megjelent, úgyhogy nehézkes volt, de megoldottuk. Hogyan sikerült ez a mérkőzés? Értékeljük ki egy picit. Azt gondolom, hogy szerintem tisztesen helytáltunk. Lehetett volna benne egy picit több is, de azért látszott a fiatalos lendület a Megye 1-es csapaton, úgyhogy meghajolunk előttük. Mit lehet tudni a Megye 3-as csapatról? Milyen erőket képviseltek ti?
Ugye szerintem egy nagyon jó garnitúra, a régi csapatból maradt játékosok, akik azért NBA szintet megjártak. Csak az a baj, hogy ugye eljár fölöttünk az idő, úgyhogy sajnos azért már a gyorsaság, a mozgékonyság azért eltűnik. Mennyit tudtok edzeni egy héten egyébként? Heti egyet edzünk. Ha sikerül összejönnünk, azért már az nem olyan komoly, de általában azért szokott sikerülni, és ezzel készülünk, vagy ha hétvégén tudunk edzőpartnert szerezni, akkor egy edzőmérkőzést is beiktat az edzőnk. Ugye ti Megye 3-as csapat vagytok, egy kicsit beszéljünk arról, hogy merre szoktatok elmenni futballozni, merre versenyeztek? De legfőképpen ugye a környező települések, ugye a Soltvadkert, a Kasztó, mind a kettőnek van, vagy a Kecelnek második számú csapata, úgy, mint nálunk. De aztán császártöltésre, Csolyospárosra is ellátogatunk, úgyhogy nagy derbiket szoktunk játszani ott. Jobban bírjátok itt egyébként kis pályán, mint nagy pályán? Hát lehet mondani, hogy egy picivel rövidebb a játékidő, úgyhogy valamivel jobban bírjuk, de ugye, ha egy ilyen fiatal csapattal találkozunk, azért kijön a különbség. Mit szeretek jobban egyébként, kint füves pályán játszani, vagy itt bent teremben? Én személy szerint a füves pályát előnyben részesítem, ugye, de hál' Istennek nagyon jó a borítás a sportcsarnokunknak, és itt is azért szeretek játszani, kijönnek azért azok a dolgok, ami úgy a régiekből maradt. Mik az elvárások a mai nappal kapcsolatban? Hát minél jobb helyezést szeretnénk elérni, jót mozogjunk. Hát, hogyha lehetséges, akkor azért a dobogóra szeretnénk fölállni mindenféleképpen. No, hát meg szoktam kérdezni sok mindenkit itt a futballisták közül, és legfőképpen edzőket a mai magyar futball helyzetéről. Ezt te hogy látod? Pontosabban inkább térjünk arra ki, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy esetleg a gyerekek is vagyunk a felnövekvő generáció, komolyan vegye a futballt, és tényleg tisztesen helytálljon. Hát én mindig ilyen pozitívan szoktam látni ezt a dolgot. Lehet, hogy már túl pozitív is. Sokszor szokták mondani a srácok, akik ezekről beszélgetünk. Nagyon remélem, hogy a kiválasztásban azért változás fog történni, és olyan megfelelő, olyan játékosok fognak a válogatottba kerülni, vagy az NB1-be kerülni, akik tényleg odavalók. És szerintem akkor a futballunk föl fog emelkedni, és én ebbe bízok. Sokszor látogatom a válogatott mérkőzéseit a fiammal és a lányommal, úgyhogy nagyon szeretjük, reméljük, hogy az Európa-bajnokságra is ki tudunk úgy menni, hogy a Magyarországnak tudjuk drukkolni. A kiskörösi labdarúgás, ezt milyennek látod? Szerintem azt kell, hogy mondani, hogy a környező településekhez képest szerintem nagyon jól állunk. Ugye nem a kisebb településeket mondanám, hanem inkább egy Kiskunhalast vagy a Kalocsát. Szerintem az utánpótlás képzésünk olyan szinten van, hogy megfelelő a kívánalomnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy innen is azért elég sok embert fogunk tudni NBA-s csapatokba adni, és az a mi munkákat is fogja majd minősíteni.